Köszöntöm kedves nézőinket magazinműsorunkban, Puskás Kitti vagyok. Mai összeállításunkban beszámolunk egy új medgyasszói beruházás avatásáról, majd két szerencsi, 90. életévét betöltött hölgy köszöntésének lehetünk tanúi. Úgy véltük, utóbbi összeállításunkhoz nem kell külön kommentár. A Harangodma Kft. Közel félmilliárdos beruházással építette fel azt az üzemcsarnokot, amely Harangod Völgye Húsfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. Elnevezés alatt a saját állattenyésztésből származó hústermékeket állít elő a jövőben. Az avatószallagot dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes vágta át az elmúlt héten pénteken, dr. Sárosi Ferenc a vállalkozás ügyvezető igazgatójának társaságában. Az üzemcsarnok avatásán részt vett dr. Mennyi Roland országgyűlési képviselő, aki megjegyezte beszédében, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszeripar stratégiai jelentőséggel bír az országban. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar egy rendkívül fontos és stratégiai ágazat. A polgári kormányunk az élelmiszeripart stratégiai ágazatként jelölte meg, jelentős forrásokat különít el a jövőre nézve is, 300 milliárd forint csak az élelmiszeriparban kell, hogy landoljon a következő években. Látszik is, hogy különös gondosságot fordít a mezőgazdaságra és az élelmiszeriparra, hiszen nagyon kedvező adataink vannak. A mezőgazdaság egészében 2010 és 2015 között egy közel 45%-os növekedést sikerült elérnie a hazánknak. A növény- és gyümölcstermesztéssel, állattenyésztéssel foglalkozó cég közel 100 millió eurót nyert egy pályázaton. A 8 tagvállalatból álló vállalkozás mintegy 200 embert foglalkoztat. Az üzem éves szinten 600 tonna húskészítménnyel látja el a piacot a saját tenyésztésű sertés és szarvasmarha állománynak köszönhetően. Nagyon öröknek, hogy ilyen lett, és nagyon remélem, hogy sikeresen fog majd működni, és el tudjuk érni azokat a célokat, amiket kitűztünk már korábban magunk elé a termékeinkkel. Kik lesznek foglalkoztatva? A helyiek főleg? Hát így nem tudom kikötni, hogy a helyiek, csak a helyieket foglalkoztatjuk. A hendes szakmunkást azt helyből nem nagyon tud, van két emberünk, de valószínű, hogy a környékbeli településekről fogunk felvenni és foglalkoztatni. Hát a szerencsi járás területéről magyarul. Akkor végül is itt sok település örülhet majd annak, hogy munkahelyet talál. Van-e még terve arra nézve, hogy újabb munkaerőnek adjon foglalkoztatást? Hát említettem a beszámolomba, hogy szeretnénk pályázni, miért megjelennek a pályázatok egy ilyen 30 ezer hízol kipocsátó sertéstelepnek a létesítésére, az is ilyen 15-20 embert fel fog majd venni, meg a kertészeti termékekből szeretnénk feldolgozni még, nem csak a válogatógép soron, hanem egy magasabb fokozatban is a Begecsi hűtőháznál, oda is biztos, hogy ha lesz lehetőség pályázni, akkor akarunk, és oda is tudunk majd embereket felvenni. Dr. Demeter Ervin, a Borsod-Abaúj Zemplén megyei kormányhivatal vezetője szerint, aki dolgozni akar a megyénkben, az tud dolgozni, jelentős részük közmunkaprogramban, aminek nem az a célja, hogy hosszú távon adjon megélhetést, hanem az, hogy a munkaerő piacra vigye az embereket, jó fizetéshez juttatva őket. Értékteremtő munkát végeznek a közfoglalkoztatottak, egyre többen tudnak átmenni piaci körülmények közé. Hiszen, hogyha értékteremtő munka van, az a termék, amit készítenek a piaci körülmények között is megállja a helyét, akkor ebből hosszabb távú megélhetése lesz a korábban közfoglalkoztatottnak, most pedig a munkaerőpiacon fogja azt a munkát tudni csinálni. Nagyon jó példa erre Megyasszó. Hát Megyasszó még a szerves fejlődésre is egy jó példa. 4 esztendővel ezelőtt avattuk a vágópontot, ami csak az állatoknak a levágására volt alkalmas. Most ebből nőtte ki magát 4 év tapasztalattal, meg sok-sok anyagi ráfordítással az a húsüzem, ahol már egy magasabb hozzáadott értékű termék készül, és az itt dolgozók is nyilván többet fognak keresni, mint egy közmunkás. Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes hangsúlyozta beszédében, hogy a megyasszói beruházás 3 szempontból tökéletesen megegyezik a kormány mezőgazdasággal kapcsolatos stratégiai célkitűzéseivel. Mint mondta, minél inkább kell törekedni a késztermék előállítására, a növénytermesztésben az öntözéses gazdálkodásra, illetve új munkahelyek teremtésére.
Nyilvánvalóan segíti a felzárkózást, hiszen munkahelyet teremt, és azért is támogatjuk azt, hogy az agráriumban ne csak a mezőgazdaság kapjon támogatást, hanem akkor kapjon a mezőgazdasági vállalkozás nagy támogatást, hogyha állattenyésztés is csinál, mégpedig azért, mert az állattenyésztés, ami élő munkaigényes, és ezt teszi lehetővé, hogy minél több munkahely legyen, és az, hogyha vannak munkahelyek, akkor van életminőség vidéken. Ezért tehát ez nem csak egy agrárkérdés, hanem egy település szerkezeti életminőséget javító dolog is, hiszen ez teremti meg a munka lehetőséget. A másik nagy tanulság, hogy nem alapanyagot kell pusztán termelni, hanem mindél inkább a készterméket előállítani, mert az igazi haszon abból van, ráadásnak szintén az élő munka felhasználás sokkal nagyobb a késztermék előállításánál. Ezért ez a beruházás ilyen szempontból is példaértékű. Az avató ünnepségen dr. Oravec Márton, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke példaértékűként jellemezte a megyeszói vállalkozás törekvéseit, ezért elismerésének hangot adva adta át dr. Sárosi Ferencnek a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közfejlesztési díját. Drága Jánó Karényi, engedje meg, hogy Szerencsváros önkormányzatának nevében nagy szeretettel és nagy tisztelettel köszöntsük 90. születésnapi alkalmából, ami láthatóan jó erőben és jó egészségben következett be, és ez a legnagyobb isteni adomány, ami csak érheti azt a szorgalmas embert, aki egész életében végig dolgozott, emellett családot, gyermekeket nevelt, unokákat és dédunokákat tudhat magáénak. Igen. Én azt hiszem, hogy ennél nagyobb elismerés és boldogság egy ember nem érheti életével. Igen. És az ön életútja példa arra, hogy akinek voltak és vannak céljai, az megkapja azt az isteni támogatást és segítséget, hogy ezeket a célokat el is érhesse. És boldogan élhessen családja körében. Ezt a 90 évet mi nyilván nem tudjuk viszonozni, csak jelképesen, és ennek a jelképnek az egyik része ez a virág. A jelképnek meg a másik része az a doklevél, amire meg fogom kérni a kolléganőt, hogy olvassa fel. Igen, köszönöm szépen. Emléklap Sélei Barnáné részére 90. születésnapja alkalmával. Ez az emléklap hivatott kifejezni szépkorú polgáraink iránti tiszteletünket és hálánkat. Ebből az ünnepi alkalomból kívánok Önnek jó egészséget és további boldog éveket. Tisztelettel Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnök. Köszönöm szépen! És egy kis... Egy kis édesség, mert az édes élethez egy kis szerencsi édesség is van. Nagyon szépen! Köszönöm minden a kedvességüket, amit tettek érte, vagy tettek érte. Nagyon szépen, köszönöm! Hogy azt mondják? Köszönöm, mert mindenki csinálja. Le kellene ülni, köszönöm, hogy helyettelen foglalni. Ugye be tudjuk nyújtani majd a nyertját. Hát elég, ha azt a nyertes ott 5 lottószámot kitetszik tölteni, nem kell többet dolgozni. No, töltöttem, de sose sikerült. Hát, a tanácsod is, mikor dolgoztam, mindig betöltöttünk össze. Négy csapok, hát, hármas van, nincs több. Hát ha most. Akkor van a gyümölcs. Thank you.
éltem még ezt az évet. Éppen most töltöttem tegnap a 90 évet. 5 év múlva majd jövünk meg. Ja, Istenem, hát de aranyos. Istenem, már ez is sok. Már. Ez is sok már. Hát igen. Nagyon. Ez van. A családunkban, a rokonokban senki se ért el a 90 évet. Senki, mert ösmertem a nagyapáimat, minden. 80-85 éves, ennél tovább nem. Na de azok is szép korok. És én ezt a 90 évet, Istenem, honnan kaptam? Eden töltöm a napjaimat, mert már nem megyek senkinél, nem zavarok senkit, mert már ilyen idősen még szóba se állnak. Nagyon szépen. Köszönöm. És további jó ünneplést. Megtetszik érdemre. Amikor is összegyűltünk, Rácz Józsefné Polikalini 90. születésnapját ünnepelni. Tisztelettel köszöntöm a polgármester terület, Miri Tibort, és Árt Sadorszon, hogy köszöntse szép konzumban a 90-es számjuk. Köszönöm szépen a szót, én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm elsősorban az ünnepeltet, hiszen ebben a körben elsősorban azért vagyunk itt, de mint ahogy gondolom, az elmúlt 90 év nem egyedül telt a nagyvilágban, hanem emberek között, kisebb és nagyobb közösségben, családban, lakóhelyen, ahol a mindennapot eltölti az ember. Úgy tisztelettel köszöntöm a itt lévő barátokat, barátnőket, bentlakókat, azokat, akivel minden nap Balika néni együtt él, társalog és éli az életét. Az illem azt kívánja, hogy amit itt a kezembe tartok, a legmagasabb közjogi méltóság, dr. Orbán Viktornak az üdvözletét olvassam föl és adjam át. Szeretném az ebben lévő szöveget felolvasni, ha megtetszenek engedni, mert ezt illik szó szerint idézni. Emléklap Magyarország kormányától Rácz Józsefnének, aki 90 éves, 90. születésnapján alkalmából. Ez az emléklap hivatott kifejezni a székkorú polgáraink iránti tiszteletünket és hálánkat. Ebből az ünnepi alkalomból kívánok önnek jó egészséget és további boldog éveket, tisztelettel Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, Budapest 2015. szeptember 22-e. Tessék megengedni, hogy hasonló módon a Szerencs város vezetésének, polgármesterének, Honc Ferencnek, önkormányzati képviselőinek a tiszteletét és jó kívánságait is átadjam a magam és a társaim nevébe. Szeretnék néhány gondolatot elmondani. 90 év az nagyon hosszú idő. Majdnem 100 év. Azt szokták mondani a társadalomban, hogy aki az elődöket, az ősöket nem tiszteli, nem becsüli, az nem érdemli a jövőt. Én úgy gondolom, Magyarország kormányának nem csak az, hogy ilyen alkalomból oklevelet ad, és más kedvességgel is kedveskedik, fizikailag is kifejezi azt, hogy szeretné megbecsülni az idősöket. Hiszen az életnek van egy éve, megszületünk, majd megházasodunk optimális esetben, gyermekeket nevelünk, felneveljük őket, útra bocsátjuk őket, majd elérkezik az a kor, amikor nyugdíjba kell mennünk, és az életünknek az időskorát, majd a szépkorát kell éljük. Ez egy nagyszerű dolog, hiszen ezt nem élheti meg mindenki, nem élhette meg mindenki. Az, aki ezt megélheti, nagyon büszke lehet rá, és
a társadalomnak a megbecsüléséhez visszatérve, én úgy gondolom helyben is kellőféleképpen megfelelő körülményeknek a megteremtésével és az odafigyelésével igyekszünk az időseket megbecsülni. Gondolkodtam rajta, ebből az életkorból való volt az én édesapám is, akit 21 évesen elveszítettem. És amikor visszagondol az ember, akkor elérzi, elnézést kérek. Először az első gondolat a családé. Az, aki már nem lehet itt mellettem, a társ, az édesapa. Az emléküket csak megőrizni tudjuk, mert a élet diktál, és ez megváltoztathatlan, hogy valaki elköltözön. De én úgy gondolom, hogy az első gondolat a szeretteinké. A második az élőké. És milyen jó, hogy élők vannak. Milyen szép dolog és milyen nagyszerű dolog, hogy gyermekeim vannak, és itt vannak velem, és ünnepelnek, és hogy menyeim vannak, és azok is rendszeresen tudnak látogatni, és köszönteni tudnak. És milyen nagyszerű dolog, hogy unokáim vannak. Én úgy gondolom, hogy az életnek ez a legnagyobb ajándéka, amiben az ember részesülhet. Az összes többi, a társadalom megbecsülése, az állam megbecsülése, az csak utána jön. Én úgy gondolom, egy hatalmas nagy érték, én mindig is szerettem az idősekkel, az öregekkel, nagymamákkal, dédnagymamákkal beszélgetni, hogy beszéljenek arról a régi korról, hogy mi volt régen. Mert azt tudomásul kell vennünk, hogy minden kornak megvan a maga szelleme, a maga üzenete, amihez alkalmazkodni kell. Ezért is tisztelnünk kell különösen az édesanyákat, de az időseket is, hogy megszülték gyermekeiket, világra hozták őket. Világra hozták, mondhatom azt, hogy a küzdelemre. De az élet egy életfolytig tartó küzdelem. A különbség abban van, hogy ki ezt a rövidebb ideig, vagy hosszabb ideig tudja megélni. Monika néni ezt hosszú ideig tudta megélni. Én úgy gondolom, és ez nagyszerű dolog. Végig gondoltam, hogy mi minden játszódhatott le az én édesapámmal, gondolom a családban ugyanígy játszódhatott le. 20. század, ez egy véres korszak volt, ha visszagondolunk, amit már Monika néni is megélhetett. Volt egy első világháború, nyilván ezt még nem, hiszen később született. Nyilván a másodikat igen, nagyon sok mindent hallottam a szüleimtől, nagymamáimtól, és nagyon szerettem hallgatni ezeket a történeteket. Mert mindenből lehetett valamit tanulni, a háborúnak a borzalmaiból, majd az 50-es éveknek a szintén mondhatom azt, hogy nagyon furcsa és visszás dolgait, és ha belegondolunk és egy pillanatra visszatekintünk ma itt a 21. századnak az elején arra, hogy mi történt a világháborúban az 50-es években, majd későbbiekben, akkor biztos, hogy van sok szép emlék, meg sok kellemetlen is. De az élet megszépít minden, és mindenkinek úgy kell élni az életét, hogy a szép lett csak, mint ahogy a dal is mondja, csak a szépre emlékezem. Ezt kívánom én ma Borika nének, hogy csak a szépre emlékezzen, csak a jóra emlékezzen, bármennyire az ember élet útját, elkísérik a szomorú pillanatok és események is. Én úgy gondolom, van mire büszkének lenni, és kívánok még hosszú életet elsősorban gyermekei, unokái, családja körében, hiszen, mint ahogy említettem, ez a legfontosabb. Van a társaságban, ahol az ember a mindennapjait éli, hiszen az is meghatározó, és sok szeretettel gratulálok a magam és a város nevébe, és kívánok még hosszú boldog életet és jó egészséget, mert az kell hozzá. A megbecsüléshez hozzátartozik az, hogy ilyenkor egy kis anyagit is utalnak a számlára, de az a számlára fog érkezni, ezt nem konkrétan szokták átadni, ezt a társadalom biztosítás intézi. És ugye, ha szerencsén vagyunk, mindig a várostól egy kis édességet is, hiszen az édesség az egy kedveskedés, az édesség az kedves emlékeket idéz fel a legtöbb emberben. Ezt kívánom, hogy kellemes emlékek idéződjenek fel, ha az édességet teszik fogyasztani a várostól községtől. Thank you.
sok mindent meg kell anyának köszönni. Többek között azt, hogy megszületettünk, azt, hogy felnevelt bennünket, azt, hogy embert nevelt belőlünk. Ugye, nekünk ezzel kapcsolatban van a feladatunk. Én úgy gondolom, hogy a két fia teljesítette. Unokák születtek mind a két oldalon, két-két unoka, és már mi a tervet is túl teljesítettük, mert megvan nagyinak a dédunokája is. Mindenkinek nagyon köszönök minden. Hát ez olyan dolog, hogy szinte szót nem találok, hogy szavakat, hogy fejezzem ki magam, mert nagyon-nagyon köszönök mindent mindenkinek. Soha nem gondoltam volna, hogy még én ilyet megérek, hogy engem ünnepeljen. Ez nagy dolog nekem. Köszönöm szépen.